Sziasztok, az én nevem! Hogy hívnak engem? Én vagyok Misi! MC Brownie! Miska! MC O'Brown! Így van! Én vagyok MC O'Brown, és ez itt nem más, mint a Getting Over It játék. Ezt is ti küldtétek. Itt, elméletileg azt hallottam erről a játékról, hogy ez egy Rage Game. Na hát engem nagyon nehéz fejtegesíteni. De hogy... Na tehát, igen, ez itt egy Rage Game játék. Nézzük, hogy mi is történik ebben a játékban. New Game! Én egy New Game-et fogok nyomni. Egy köcsög és egy balta. És kijön belőle egy pucér! Egy... Mi a franc? Aha! Vajjál? Ó, hogy így megyek! Ja, hát akkor ide nem is kell ezért, csak egér! Yes! Yeah! Yeah! Ja, what the f... Ja, hoj! Hoj, ez az! Gyerünk! Gyerünk! Faszi, egész véletlenül nem a Subbase Monsterről lett izé? Olyan feje van. Figyeld, én vagyok! Én vagyok! Ki megmenti a földet... Csöcsökben baltával! Mi? De... Én! Na! Na! Most... Mi a franc? Várjál, óvatosan... Akkor... Így! Na! Wow! Hoppá! Tudsz ilyen? A Samurai! Wow, hoppá! Spider-Man! Milyen? Oj! Oké, na várj, ez így most nem jó. Ne! Itt kell egy óriásit lendülni! Asszonya! Oda beakasztok szépen. Akasz már be! Istenem! There's no feeling more intense than starting over. Mit mond? If you deleted your homework the day before it was due, as I have, or if you left your wallet at home and you have to go back after an hour in the commute. Ez lesz az? If you won some money at the casino and then put all your winnings on red and came up black. Akkor if you got your best shirt dry cleaned before the wedding and immediately dropped food on it. If you won an argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original view. Starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. Jó. Semmi probléma nincs. Kezdjük előről. Na, figyelj. Ez az. Várj, kicsit vissza. Mondom, egy kicsit vissza. Nem. Így. Elromad! Na! Öcsém! Jöjjünk már! Az előbb olyan jól ment! Nem! Nem tudom megérteni ennek a faszinak a kéz mozgását! Ez az! Na! Hova? Eljá! Hova? De... Igen! Most... Gyerünk már! Lea! Hova? Hiá! De... Basz... Nem hiszem el! Miért nem? Ilyeneket kap a csávó! Vaj, akkor csináljuk egy ilyet. Vaj, nem, vissza, fi... De, nem! De! Ija! Megemelem! Nem, így szépen... Nem igaz! Gyere már! Baszva, csinálj már valamit! Erre van! Ennyi, ez a játék, ennyi. Engem nem tudsz fejtegesíteni, te tessék, hogy megy! Nem eddig olyan... Oké, gyerünk, te csávó! Hogy nevezzük el ezt a csávót?
Na. De ne visszafele! Nem! Miért nem? Na, gyerünk! Engem ez nem tud felidegesíteni ez a játék. Na, gyerünk, légy szíves. Tök nyugodtan megcsináljuk az egészet. Tök nyugodtan fogom megcsinálni. Ez az, oda be. Nem, semmi probléma nincsen. Engem ez a játék nem. Nem tud felidegesíteni. Ez a játék. Na jó, most már azért kezdesz. Hát miért nem tudok itt átmenni ez a sziklán? Ez az. Gyerünk már, de ne odahúzd magad. Hát csinálj egy kört, érted? Egy ilyen szaltót azzal a bödönnel. Ez az, látod, csak mondani kell neked. Ez az. Ez az, te szokám, erről van szó. Nehogy. Ez az. Wow! Thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break. Just find a safe place to stop. Quit the game. Don't worry. I'll save your progress always, even your mistakes. Hoppá! No. Figyeld ott az élén. De hát ezt megoldom. Ez a játék nekem lett kitalálva, érted? Ezt a játékot nekem találták ki külön. Igen? This game is a homage to a free game that came out in 2002, titled Sexy Hiking. Engedd már el! The author of that game was Jazz Oil, miért? A mysterious Czech designer, who was known at the time as the father of B-games. And B-games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely. And they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished products. Oké, nyugodjunk meg. Mi baj? Mi a francet? Ezt miért kell csinálni? That's a deep frustration. A real punch in the gut. Öcsém, te csávó! De miért vagyok, amúgy miért vagyok pucér egy vizes köcsökben egy kalapáccsal? Ezt nem értem. Hopp! Nem, nyugodjunk meg szépen. Erről van szó, gyönyörű szépen meg fogunk nyugodni. Ezt a játék... KOO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 O
Mondom, gyerünk te faszi! Gyerünk már! Oj! What? De nem éri el! Oké, akkor másik taktika. Nem! Innen lögd el magad. Nem? Úgy. Jó! Azt így lecsúszik is, Slicky! Na jó! Oda be akar. De miért nem tud átfordulni? Hát eddig olyan tökéletesen ment. Gyerünk már! Miért nem tudod azt csinálni, amit én szeretnék? Te alul! De öcsém ez a csávó! What? Ne! Köszönöm szépen, aki küldte ezt a játékot! Aki ajánlott ezt a játékot! Ez nekem való ez a játék, majd mindjárt meglássátok. Csak egyszerűen valamiért most valamiért nem sikerül, de amúgy fog. Majd meglátod. De nem éri el! Ez az. Gyerünk már! Gyerünk, légy szíves! Ki van fagyva? Gyerünk, te csávó! Gyerünk, Lajos! Így fogom hívni! Ha nevet adunk neki, akkor biztos, hogy... Lajos! A kecske szakállas! Lajos! Nem? Ella! Ija! Nem! Visszafele miért tud jobban menni, mint előre? Nesze! Oké! Ne! Gyerünk már, Laler! De hátrafele, érted olyan, mintha húzna vissza, ilyen hátra menne a gravitáció! Lali! Ki vagy gyúrva neked, ez nem lehet akadály! Nézd meg azt a testet! Azt az akart, de az meg Lajos. Ez az? Na végre! Egy kicsit vissza. Úgy, figyeld, itt lesz. Itt, ez az, tök nyugodtan, oda beakasszuk ezt a fejszét, Lajos felhúzza magát, és itt vagyunk most óriási bajban.
Ugyanis a izében nem tudja magát beakasztani, szóval én megpróbálok egy olyat csinálni, hogy én most ezt így lökök egy ilyet. Igen, ugye Lali? Ugye Lali? Ez az gyerünk. Feszüljön az az akar! Feszüljön! Nem, Isten! Innen fog, most nem Lali! Mit csinálsz? Nem! Uff, sorry about that. Hát bocsánatot is kérhetsz! Bocsánatot is kérhetsz ezért! És van mellette, érted, ez a erotic zene. Tessék, játszik valaki a zongor. Ez az! Lali! Csináld már! Ott előbb el magad! Ez az! Meg lesz. Ez az, figyelj. Ez az van. Erről van szó. Gyerünk, Lali! Gyerünk! Lajos, óriásit kell magadon lökni, érted? Csak egy lökés! Egy lökés! Nem olyan! Nem. Ohájé! Húzzad magad! Ez az. Oké, nyugodjunk meg! Nyugodjunk meg! Erről van szó, Lali! Lajos, beindul! Óriási a tolja! It's built almost entirely out of found and it's one of the most unusual. Tökre megy. Tehát látszik, hogy nekem van kitalálva. Látszik, hogy nekem van kitalálva. In the digital world or in real life, there's certain essential properties that give the game its flavor. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery. And the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. Ez már tökre jól megy. Lali. Ne csináljuk ezt egymással, jót csináld meg szépen, amit kérek, és ez a... Oké. Ez a játék engem nem tud felégesíteni. Én tökre szeretem ezt a játékot, ez lesz a kedvenc játékom. És! Igen. Lali! Lajos szereti... csinálni, amit én mondok neki, csak néha egy kicsit makacs a csávó. De amúgy minden oké, és most itt lökök egyet! Akkor most innen fogok lökni egyet, figyeld. Így! És innen egy óriási lendület! És még egy! Oh, it happened again. Keep on trying, don't let it get to you. Lajos! Hoppá! Akaszd le onnan úgy szépen. Lögd meg magad! Akaszd oda! Erről van szó! Erről! Ez az! Fú! Majdnem! Akkor is meg fogom én ezt csinálni! Át fogom vinni a pályát! Itt. Ez az! Ja! Hopp! This thing that we call failure is not the falling down, but the staying down. Mary Pickford. Whoop! Most elkezdtem előről, de ez már annyira megy, érted? Ebben már egy profi vagyok! De nem! Akarja, semmi probléma nincsen. Csinálj már valamit! Nesze! Ez az! Feszüljön a pinyó! Nesze, erőlködik, érted, mint én a budin. Mi ez a zene? Erre lehet tolni. Tessék. Going down Lord feeling bad. I'm going down. Ettől lesz copyrightos a videó. Én fogom megcsinálni. Felkészül, érted, Pikán? Lehet kikapcsolni a zenét? Olej, már elég volt belőle. Köszönöm. Na, újra én vagyok a középpontban, nem ez az éneklés faszi. Örülök neki. Ez a... Ne! Nem! Így. Várjál.
Akkor innen fogok egy hatalmasat lökni. Visszaenged, vissza... Nem, Lali, enged, azt csináld, amit én mondok! Mert úgy nyerünk! Ez az! Ez az. Ne, el ne lögd magad, el ne lögd! Nagyon jó, megint itt vagyunk, és... ott egy pohár. Nem! Oké, ez jól jött ki! Akasztod a szépen? Ne, úgy! De, ne már, érted, ezt most miért kell csinálni? Onnan ne lögd el magad! Ez az! Na, ilyeneket löghetsz, ez tetszik. Most úgy fogom ezt ide csinálni, hogy... Így né! Aztán... De nem ér el odáig, érted a csávó! Semmi baj nincsen. Megfordítjuk, így. Így lesz. Lökök! Erről van szó! Erre. Hopp! Hol állok? Innen kellene valahogy felmenni. De... La. Figyelj. Ez most itt fog megtörténni. Ez most itt meg fog történni. Erről! Akkor... Anyway, when you start sexy hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. It might take you an hour to get over that tree, and a lot of people never got past it. You prod and poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. There's a sense of truth in that lack of courage. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in sexy hiking is real. Mert úgy könnyebb. Érted, úgy könnyebb. Én pedig nem akarom, hogy könnyebb legyen a játék. Hát ezt nekem találták ki. Tessék. The soul would have no rainbow, had the eyes no tears. John Vance Cheney. Gyerünk már, John Vance! Ő John Vance! Most már tudjuk, hogy hívják. John Vance! Vagy mit tudom én, ki az? Ez az? Húzzad magad, érted? Gyerünk már! Érted? Egy ilyen bicepsű ember! Erről van szó! Ez az! Most már ide is tök könnyen feljutnék! Ha nem lennél ekkora, üljél meg! Nem lennél ekkora! Segarc! Tesszek fej! Hihetetlen! Ez az Lali. Lajos! Erről van szó! Igen! Oké. Nem. Nyugodj meg, Lali. Ez a szépen lassan. Tartsad magad karból. Feszüljenek az izmok. Norbert Sorbi. Gyerünk. Erről van szó. Most lökök! Miért csúszik le? Hát ennek a kalapásnak az a lényeg, hogy beakadjon, nem? De majdnem! Nem ám! The pain I feel now is the happiness I had before. That's the deal. Nem érdekel, amit mondasz! Hát én ezt a játékot nekem! Louise! Lali, ne szórakozz! Mi történik? Erről van szó, érted? Keményen! Ez az. Na! De ne! Lökjél egyet! Gyerünk! Nem, ide letesszük, és itt lökök egyet! De miért? Leakad! Jó nagyot lök! Megvan az! Megvan, ez az, szépen jól játszunk! Most ide egyet, most oda egyet, most oda... Ez az! És innen már nehéz leesni! Ugye? Oké. Nyugi, Lali. Nyugi. Felhúzom magam így, hát nem szarjanak. Gyerünk már! Úgy, húzzad oda magad. Le nem merjél esni innen, ha már idáig eljutottunk. Erről van szó. Oké, húzzuk magunkat közel. Ez az, itt. Lenged! Rettegyet! Beakad a kukába! Oda kell menni? Oda hogy fogok oda menni? Semmi baj, azt fogom csinálni, hogy
Innen egy hatalmasat lökök magamon! The obstacles and sexy hiking are unyielding. Behúzod magamnal, hogy kemény vagy! Oda! Várja, ez itt jó lesz. But I'm not sure Jazuo intended to make it frustrating. Opasd meg! The frustration is just essential to the act of climbing. And it's authentic to the process of building a game about climbing. Ez az, Lali, figyelj most. A funny thing happened to me as I was building this map. Sléki, I'd have an idea for a new obstacle. I'd build it, test szépen. It, and it would usually turn out to be unreasonably hard. Szépen, but I couldn't bring myself to make it easier. It already felt like my inability to get past the new obstacle was my fault, as a player rather than as a builder. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb them. And it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. Ne lökdjál magad, Lali! Nyugodjál meg! Ne idegeskedjél! Ne idegeskedjél már! Mi a vagy? Engedd el! Ez az? De akkor... Ne üss oda bele! Ezt meg kell nekünk csinálni, Lali! Meg fogjuk csinálni! Pucér köcsögös kalapácsos Lajos! Erről van! Jó, de jó! Nem, ez az, oda, húzod magad! Így szépen! Mondom, így szépen! Ne, hú! Bassz meg! De nem tudom, mert akkor beveri a kalapácsot! Nagyon jó! Hogy kell oda felmenni? Above all earthly dignity. Köszönöm szépen, aki megnézte ezt a videót. Jelen pillanat ennyi elég volt Lajosból. Hihetetlen. Ez hihetetlen, guys. De köszönöm szépen, aki küldte. Tökre feldobta a napomat. Tehát így már biztos, hogy tele vagyok energiával. Ugyanis tényleg fel tud idegesíteni engem ez a játék. Úgyhogy köszönöm szépen, aki itt volt, köszönöm, aki megnézte. Várom még a játékajánlásokat, nem muszáj horror, amit szeretnétek látni. Ha tetszett neked Lajos, nyomj egy lájkot. Hogyha szeretnél még Lajsost látni, akkor iratkozz föl. És nem sokára találkozunk. Sziasztok!